Szevasztok, skatok! Ma a Need for Speed Most Wanted-et fogjuk elávezni. Kezdhetjük is! Nyomd be! Kurier. Milyen nevetott? Na, ez az első videó, ahol Lazurral versenyzünk, és üldöznek a zsaruk. Lazurnak látható Mustangja van, nekünk meg egy BMW-nk, amit hamarosan el fog venni. A versenyhez, vagyis a videóban egy pár versenyt fogunk elvégezni. És ebben a videóban látszik az is, hogy az úr elveszi a kocsinkat. Au, ez biztos fajt. Na, és indul a verseny. Na, ez egy újabb barátság, de ezt most elnyomtuk, úgyhogy most ismét versenyzünk. Kivel nyomod a nyitót? A versenyben Ronnyval, amelyik azt hiszem egy fekete blacklistes, úgy lehet azt hiszem, de nem biztos, vele kell megküzdeni. Törés teszt. Ez biztos fajt. Nekünk nem, de neki biztos. Hogy tart a verseny? Azt mondja haverom Lezzet, aki jelen pillanat úgy írta be magát, hogy sapkás. Most igen. Akkor 96%-ra a verseny, és most fut be a célba. Egy szép nagy driftel. Győzelem 10 000 dolcsi. Continue. Mindig a következő verseny. Mivel Bull ellen kell küzdeni, akinek egy nagyon vagány Merci, aztán Mercedes McLarenje van, igen. És hát ő az egyik legerősebb ellenfél. Ő a második a fekete listán. Ő az első üldözés.
Nem egy hogy... Ú, ez egy ütközés lett, de... Elkaptak? Elkaptak. Leveszem a lapátok. Na mindegy. Ebbe beszanultuk, hogy mikor a zsaru küldöznek, rögt nem szabad nyomni. Restart. Mindegy. Bocskatok. Bocsá. Sem baj. Ha haver. Ha, figyelj. Nem baj. Na igen, mi kellett kezdeni, mivel hát azt tették, hogy rett nyomtunk, ami a kocsit visszahelyezi egy részre, és átadtak a zsarukéhe. Nem szabad nyomni akkor, mert bármennyi messze vagy a zsaruktól, akkor átkap, ha nyomsz egy rott. Amúgy blogunk azért nincs, mert nem tudom, hogy kell csinálni. És én ne lepődjetek meg, hogy csak a YouTube-on lesz. Na és vége a versenynek. Amúgy a célt két füst jelzi, két ilyen füst felhő. Milyen füst felhő? Ez lesz, ő lesz a társunk, ez a kocsival Raj. Nem fog versenyezni, de küld sok üzenetet, ami talán jó lesz nekünk. Na, ez most egy kétkeres verseny, ahol ha legyőzzük ezt a Raj nevű hapsikát, akkor társunk lesz. Tehát itt még van másik kettő, aki azt akarja, hogy társa legyen, de hát ez nem fog sikerülni, reméljük. De hogy is csak reméljük, hát a haverom olyan jól vezet, hogy ha jó, nem a világ legjobbja, azt azért megmondom, de nem gyenge. Megmondom, hogy ennyi fél a mai adásomban. Velem, ez az. Good run. I like your style. Just make sure you watch your back with these guys, alright? See you around. Oh. What's up, Moses? Itt van a haverünk. Aki igazából 15. csak elvesztjük a BMW-t majd, és sajnos
az övé lesz, és azzal megy fel a fekete lista első helyére. Volt ez a kanyar. Sapkás haveromtól, ő amúgy így becézi magát általában. Itt szoktuk hívni, suliban nem, de máshol igen. Ugye a videózás most kezdjük, de azért reméljük, hogy lesz egy legalább kettő lájkja. Az is elég benne. Igen, a több van annál jó. Biza. Sapkás haver. A most adjuk át a kulcsot. És ennyi fért a mai műsor részünkbe, úgyhogy szevasztok. Hát a bejártásban megmutatom, na. Ő mi a? Aztán innen fogjuk folytatni a következő adásunkban. Következő részünkben, igen. Ő lesz a társunk, az a csajati az előbb volt, és egyben a barátnőnk. Most jönnek a zsaruk, mi nincs amivel menjünk, már ugye elvették a BMW-nket, szóval... Ő Cross, aki majd a Need for Speed Carbon nevű játékban is egy ismert szereplő lesz. És már ezt a bejátszást elnyomjuk. Nos, ennyi fért ebbe a adásba, de hát ha már akarjátok, akkor még megmutatjuk, milyen autót ajánlatos venni. Ezt. A Chevrolet Cobalt 55-öst, vagy SS. Igen, SS. Enter. Enterre megvehetitek, hát ki ne tudná, szóval bocsánat, hogy ezt mondom. És annyi fért mai adásunkból. Sziasztok! Szevasztok!